Diószegi Fanni 3 év után tért vissza a Ferencvároshoz. Elmondása szerint mindig is célja volt a zöld-fehér együtteshez visszakerülni. Tényleg azt szerettem volna, hogy én is részese akarok lenni ennek a csapatnak, ennek a sikernek. Én is újra át akarom élni ezeket a pillanatokat és ezeket a megnyert bajnokikat, mert teljesen más az, hogy nyert egy bajnoki meccset, és teljesen más az, mikor 24-ből 24-et megnyert, és mindenki erről a sikerről, meg erről a rekordról beszél. Magyarország legjobb csapatának mindig öröm részese lenni. Bármelyik csapatban megfordultam így a pályafutásom alatt, mindenhonnan kaptam valamit. Legyen az jó, legyen az rossz. Az ember mindig kicsit változik, kicsit fejlődik, és bármennyire is nem úgy alakult az a 2 év, ahogy annó oda mentem, vagy ahogy annó terveztem, akkor is gazdagabb lettem sok mindennel, és igenis ez is segített ahhoz, hogy most itt legyek, és hogy új lehetőségek nyíltak nekem most nyáron. Egy kicsit komplexebb lettem ott, ugye Puskásnál azért nagy hangsúlyt fektettünk a taktikára, ott azért teljesen más volt, ott kellett védekezni is a csapatnak. Sokat kaptam taktikailag, akár ettől a csapattól, vagy az akkori edzőimtől. A Fradinál nyilván ez egy kicsit más tészta. Ott azért ugye a Fradi játszik, akkor általában mindig a Fradi birtokolja, mint amely 80-90%-ban a labdát, ugye legalábbis így magyar viszonylatban. Itt nem kellett soha akkora hangsúlyt fektetni a védekezésre, legfeljebb a visszatámadásra. De hogy minden egyes, vannak olyan taktikai részek, ahol mindig egy picit te kapsz egyes csapatoktól vagy edzőktől. Amikor én visszatértem a Fradiba, akkor én mindenképp szerettem volna elhelyezkedni valamilyen formában a klubnál, egy 4 órás vagy bármilyen munkában. Szerencsére ez sikerült, és most a Fradinál a marketing osztályon dolgozok. Hát még friss nagyon, még csak másfél hetes a történet, de nagyon élvezem, ez egy újabb kihívás, és hát tulajdonképpen így néz ki, hogy amint végzek edzéssel, megyek oda át a ligetbe, és akkor ott folytatódik a napom. A Fradi játékosok nagy álma nem valósult meg, nem jutottak tovább a B-s rejtezőből. Óriás csalódás volt, szerintem bárki, aki megnézte volna akkor a meccs után az arcukat, az mindent elárult. Most az elmúlt 2 hét azért az egy nagyon nehéz időszak volt így házon belül, és mindenki meglátszódott. De hát szokták mondani, hogy innen szép felállni, úgyhogy nyilván egy kicsit ilyen hullámvasút a focisták élete ilyen szempontból, tehát van egy óriás siker, megnyered a bajnokságot, nem kapsz ki egyszer sem, rekordot állítasz be minden téren, és utána meg van egy óriás pofon, ami a Bajnokok Ligáját illeti. Úgyhogy szeretnénk ezt minél hamarabb elfeledtetni, legalább azzal, hogy a bajnokságban jól szerepünk, illetve a kupában is. Nemrég megkérdezték tőlünk, mindenkinek el kellett mondani egy pár mondatban, hogy mik a céljai az idei évre. És nekem az volt a célom, hogy saját magamnak elsősorban bebizonyítsam, hogy lehet, hogy engem már sokszor leírtak, de igenis nem lehet leírni, és nem csak a múltamból vagy a nevemből szeretnék élni, az akkori sikerekből, amit akár évekkel ezelőtt elértem. Úgyhogy nekem ez a legnagyobb célom. Én most nem mondok gólokat, természetesen az célom, hogy csapatszinten megnyerjünk mindent. Úgyhogy én most nem így gólpasszokban szeretném ezt mérni, hanem leginkább az, hogy saját magamnak és mindenkinek, aki egyszer már leírt engem, annak bebizonyítsam, hogy igenis itt van a helyem, és hogy még mindig ott vagyok a térképen.